Újra elkezdik kiküldeni az európai egészségbiztosítási kártyákat, amelyek nyomtatását egy időre fel kellett függeszteni. Az elmúlt három hónapban kiállított igazolásokat kicserélik. Kártyát kapnak azok is, akiknek átmenetileg csak papír alapú igazolást tudtak küldeni. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyák nyomtatását és kiadását múlt év végén állították le. Azóta csak ideiglenes, a kártyát helyettesítő igazolásokat tudott küldeni az Egészségbiztosítási Pénztár a külföldre készülő biztosítottaknak. Az Egészségbiztosítási Pénztár munkatársai szerint ennek oka, hogy lejárt a régi szerződés érvényessége, az új közbeszerzési eljárás során pedig fellebbezések voltak. Most újra elkezdték nyomtatni a kártyákat, tájékoztatott bíró Rodika, a Maros megyei egészségbiztosítási pénztár ügyvezető igazgatója a Az európai kártyák nyomtatását március közepén kezdtük újra, és azok számára, akik ebben az időszakban igényelték a kártyát, az eddigiekhez hasonlóan a román posta fogja eljutatni az otthonukba, és azoknak is, akik január folyamán igényelték, vagy akik időközben külföldre mentek, és szükségük volt pótigazolványra. Elmondta, a kártyákat ugyanazzal az érvényességi idővel állítják ki, mint az igazolásokat, tehát az igényléstől számított két évig lesznek érvényesek. Normális körülmények között az igényléstől számított egy hét alatt megérkezik az európai egészségbiztosítási kártya, de az egészségbiztosítási pénztár munkatársai azt javasolják az érintetteknek, hogy legalább két héttel az elutazásuk előtt nyújtsák be a kérelmet, mert előfordulhatnak administratív vagy nyomtatási hívások. Bíró Rodika arról is beszámolt, hogy az utóbbi időben sok bejelentés érkezett a romániai egészségbiztosítási kártyák elvesztéséről. Az újraigényelt kártyákat azonban nem kézbesítette a posta, ezért az egészségbiztosítási pénztár székhelyén lehet átvenni őket.